Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Folytatjuk azt a beszélgetés sorozatunkat, amelyet az elmúlt héten kezdtünk a magyar mezőgazdaság jövőjéről. Vendégem ma is Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Nos, nagyon sok mindenről beszéltünk, a versenyképes birtokszerkezetről, az adórendszerről, a kutatás fejlesztéséről, innovációról, a fejlődés motorjáról, ha úgy tetszik. Most következzék a generációváltás. Ugye azt tudjuk, hogy Európa számos országához hasonlóan Magyarország is évek óta küzd az utánpótlás kérdésével. A fiatalok megszólítása egy rendkívül sürgető kérdés, mert hogy erre mielőbb választ kell találnunk ahhoz, hogy évtizedekre előre meg tudjuk határozni a mezőgazdaság sorsát. Ugyanis azt tudjuk, hogy a rutinos, nagy tudású szakemberek többsége, nagy része kifelé megy. Ez azt jelenti, hogy kell egy új nemzedék, egy új generáció, akik átveszik a helyüket, és azt hiszem, hogy ez egy égető kérdés és feladat. Miként gondolkodik erről a szaktárca, illetve a kamara? Ahogy én erről a témáról, amikor szoktam beszélni, néha kicsit tréfásan vagy ironikusan, azzal szoktam kezdeni, hogy a generációváltás a világ legigazságosabb dolga. Akkor is bekövetkezik, ha nem akarjuk. És ebben a pillanatban már is két részre bontom a dolgot. Egyik, ami rajtunk múló, tehát adott értelemben egy gazdaság vezetőn múló kérdéskör, a másik pedig az a társadalmi környezet, ami elő tudja segíteni a generációváltást. Nyilvánvaló, hogy az első nagyon fontos része ennek a társadalom tagjai számára megszerettetni azt a bizonyos hivatást, szakmát, életformát, ami az agráriumot jelzi. Ebbe bizony kis gyermekkortól el kell kezdeni a tevékenységet, különféle bemutató napok tartásától kezdve, én most nem sorolom el, hiszen erre van lehetőség, hogy a diákok megismerjék azt a mezőgazdasági munkákat, műveleteket, amivel később találkozhatnak. A másik az oktatás. Az oktatásba rejlik az, hogy általános iskolába mezőgazdasági ismereteket is lehet, sőt, mi több véleményünk szerint kellene oktatni. Azért, ha olyan nagy és fejlett államcsoport, mint Ausztrália, kötelezővé tette a mezőgazdasági ismereteknek az oktatását az általános iskolákba és az úszásoktatást, akkor ezt mi itt Európa közepén szerintem egyértelműen meg tudjuk, meg csinálhatnánk. Csak közbevetném, hogy ugye a paraszt még mindig szitok szó. És pontosan ezért gondolom azt, hogy nagyon óvatosan kell hozzányúlni az oktatás megteremtéséhez, de elkerülhetetlen. Egy példát mondanék gyorsan, az elmúlt esztendőben is volt jártam válaszúton, és a Kalos Akadémián a szórvány települések gyermekeit mezőgazdaságra oktatják, az alapvetésekre, hiszen tudják, hogy az lesz a jövőjük. Nyilvánvaló, hogy Erdélyben a szegény sorsú magyar településeken más helyzetben vannak a fiatalok, ez tény, tehát alapvetés, hogy értsenek a földhöz, hiszen az jelenti majd a megélhetésüket. Ugyanakkor kicsiben, mármint arányaiban kisebb mértékben, ez hazánkban is így van, hiszen ne feledjük, hogy a családi gazdálkodóknak zöme olyan korban van, hogy utánpótlás nélkül kell, hogy rövidesen abba hagyja a tevékenységét, hiszen fizikailag már gyaníthatóan nem lesz rá képes. Tehát ez is egy érv amellett, amit ön elkezdett, de kérem, akkor folytassa. Igen, ez nagyon fontos érv, de szerintem a legfontosabb eleme azért mégiscsak a dolognak az, hogy ha az Európai Uniónak az országait nézzük, köztük Magyarországot is, akkor a mezőgazdasági termelésbe tevőkenykedéknek a jövedelem viszonya 50%-a a más ágazatokba termelőkének. Tehát a generációváltást, tágabb értelemben a mezőgazdaság munkaerő problémáit, egyértelműen a jövedelmi viszonyoknak a javulása fogja megoldani. Tehát legyünk tárgyalagosak. Amelyik
ma már azért igencsak tájékozódott fiatal, aki az agrárium szépségét azért ismeri. De ezzel a konkrét ténnyel találkozik, hogy én 50%-át fogom annak keresni, ugyanannak azért elvégzett munkáért, mint más ágazatokba, akkor bizony elgondolkodik. Elgondolkodik, hiszen a természet szépsége mellett ő családot akar alapítani, gyermekeket akar nevelni, jól akar érni, és ha emellé még oda tesszük, hogy lehet, hogy a mezőgazdaság szépségeibe elmerülve, de nincs neki mindig karácsonya, és nincs neki mindig szilvesztere és egyéb ünnepe, hiszen állattenyésztő mondjuk, vagy a nyári csúcsmunkába értelemszerűen a növénytermesztő is igencsak megterhelt, és ezért a társadalom, de nem csak a magyar, nyilvánvalóan az európai is, nagyjából 50%-kal hálálja meg a jövedelmi viszonyai alapján a tevékenységét, akkor nagyon elgondolkodik, hogy nekem szabad-e az agrárium felé orientálódni. Tehát első nagyon fontos dolog, hogy a jövedelmi viszonyokat valamilyen módon rendezni kell, meg kell tudni a társadalomnak fizetni azt a fajta munkát, ami az agráriumban van. Az élelmiszereknek a biztonsága, belső tartalom minősége is megköveteli mindezt. Tehát a másik pedig az, amit említettem, hogy önmagunk is sokat tehetünk, tehát egy alkalmazottként egy cégbe nyilván a utánpótlásról gondoskodni kell, de egy családi vállalkozásba, egy magángazdaságban is tudomásul kell venni, hogy a fiatalok és a felnövekvő nemzedéknek teret kell biztosítani. Nagyon sok jó példa van e tekintetben, nagyon sok helyen megfordultam, a fiatalok már benne vannak a termelésbe, de előtte komoly ismeretanyagra tettek szert, ki középiskolába, ki technikumba, ki egyetemen, és el kell mondanom, hogy a közepes gazdaságok nagy részében, ahol a generációváltás megtörténik, felsőfokú végzettséggel rendelkező emberek vannak, kimondottan jó kezelik a számítógépet, a digitális technológiát, és ez mind nagyon pozitív. Viszont jó pár helyen még megtörténik az, hogy esetlegesen az utód úgy gondolja, hogy a otthon megszerzett gyakorlati ismeretei teljesen elégségesek lesznek a újszerű gondolatok, innovatív megoldások befogadására. Na ez az, ami nem igaz. Tehát a generációváltás másik nagyon-nagyon fontos eleme az az edukáció, tanácsadás, és a szaktanácsadó rendszer is ebbe nyilvánvaló áttételesen benne van, amivel fel lehet készíteni a ma idősödő gazdákat arra, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Hiszen ennek egy közel egy évszázad alatt kiesett a közgondolkodásból. Tehát kiesett az a mód épp a bizonyos 40 év miatt, hogy mindenki másféle tevékenységet kezdett el foglalkozni, majd hogy nem kritikus szemmel voltak az emberek az iránta, amikor a ügyvédnek ügyvéd lett a gyereke, orvosnak orvos lett a gyereke, de ma már tudjuk, hogy egy gazdának, ha gazda lesz a gyermeke, akkor az egy csomó ismeretanyaggal felvértezve tud neki indulni a pályára. Igen. Viszont ennek nincsenek kialakult gyakorlatai. Nincsenek olyan hagyományrendszerei, mint más országokban. Na ebbe kell, akár az agrárgazdasági kamarának, akár kormányzati szinten ezzel foglalkozó intézményeknek segíteni a gazdaságukat, hogy elkerüljük azt a sajnálatosan megtörtént esetet, amikor segítségünket kérték, mert a család fő, aki vezette a gazdaságot, 92 éves korában elhalálozott, és bizony valahogy nem gondoskodtak a mellette levők arról, hogy akár a banknál aláírási joga legyen a többinek, mert jó tartotta magát a gazda, és nem gondolták volna,
hogy sajnos az életrendje szerint ez a tragikus esemény bekövetkezik. Ugye ennek három talpontja van. Az egyik, hogy meg kell szerettetni a gazdálkodói életformát, létformát. Ez mindenképpen fontos. A másik, hogy ugye ehhez hozzátartozik egyik oldalról a gyakorlati tapasztalatok átadása, megszerzése. Tehát akarat, hogy én akarjam tudni, hogy mi történik, és ne csak kullogjak a történések után. A harmadik pedig mindenképpen, hogy a vállalkozás fennmaradása, ez bizonyos értelemben érzelmi kérdés. Na ezzel van a legkevesebb gond, mert hogy ha valaki megszereti a földet, úgy nő fel, akkor értelemszerűen folytatni szeretné ezt a munkát. Tehát az ösztönző erő viszont mindenképpen az a kormányzattól kell, hogy jöjjön, tehát valamilyen formában rábírni a családi gazdálkodókat, hogy gondolkodjanak ők is előre. Igen. Mert, bocsásson meg, mert hogy azt tudjuk, hogy aki az Agráregyetemet választja, bármennyire is majdnem fele a végzettek fizetése, amikor belépnek a következő munkahelyükre, mint más szakirányt választottak volna, azért tudjuk, hogy bennük ott rejlik valahol a vezérigazgató majd egyszer, mondom ezt játékosan, tehát van jövőképük. Ugyanakkor a középfokú végzettségűek és a családi gazdálkodásban felnővőknél ez nem egészen így van. Egy kicsit vitatkoznék ezzel a gondolattal, mégpedig oly módon, hogy minden egyes tudásra éhes emberbe ott van a vezérigazgató, legyen ez családi gazdálkodó, magángazdálkodó, vagy éppen alkalmazott. Én az egyetemeken megfordulva azt tapasztalom, hogy a tudás iránti vágy és a teljesítés iránti vágyakozás vagy teljesítési kényszer mindenkibe ott van, és ez egy nagyon jó dolog, és ezt kell megőrizni is. Megőrizni véleményem szerint úgy tudjuk, hogyha a jogszabályokat arra az áldatlan helyzetre igazítjuk, ami jelenleg van, hiszen pontosan látjuk, hogy 35 év alatti generációváltás előtt levő gazdaember, az bizony nagyon kevés százalékba van meg, tehát éppen 15% körül mozognak, még 30% fölötti arányszámmal bír a 65 év fölötti gazdaságot vezetők száma, és hát közte van nyilvánvalóan a fennmaradó százalék. Tehát én el tudom képzelni, és az Agrárgazdasági Kamara e vonatkozásba komoly lépéseket fog tenni, hogy a már említett, előzőkben is említett örökösödési törvény megváltoztatása után a fiatalok lehetőséget kapjanak olyan hosszú távú és komplex hitelek felvételére, amelyiket ki tudod gazdálkodni. Tehát amellett az életszínvonalát is meg tudja őrizni, és a hiteltörlesztésekre tud koncentrálni, és ki tudja fizetni ugye a testvéreket, vagy a család más tagjait, akik nem kívánnak a mezőgazdaságba élni. Természetesen mindazok, akik nem ilyen helyzetben vannak, hanem netán utód nélküli gazdaságot vásárolnának meg, nekik is erre szükség van. Tehát aki ma egy gazdaságot hitelből, szakértelemmel, megfelelő akaraterővel meg tudna vásárolni, bizonyos önerőt is figyelembe véve, annak biztosítani kell ezt. Ugyanúgy a földtörvény vonatkozásába, amikor apróbb módosításokra majd sor kerül a földtörvény vonatkozásába, akkor bizony a fiatal gazdáknak a prioritását valamilyen módon, nem a többiek rovására, de az ők primátusok biztosítására meg kell valósítani. Tehát ez a jogszabályi része a dolgoknak, és hát számtalan más kedvezményes lehetőség is kell, hogy kínálkozzon a vonatkozásba, hogy utána ezek a fiatalok és fiatal gazdálkodók meg is maradjanak. Itt jön a kamarai tanácsadórendszer, itt jön az a mankó, odafigyelés és segítség, amit egy társadalomba a gazdák vonatkozásába és a fiatal gazdák vonatkozásába a kamara a szaktanácsadói hálózatán keresztül meg tud tenni, hogy nem engedi el a kezét.
Tehát ha már a jogszabályok megvannak és meglesznek ahhoz, hogy önálló tevékenységet tudjanak folytatni, akkor is jó pár évig még kellő figyelmet kell szentelni rájuk, hogy megerősödve, szakmai tapasztalatokat szerezve, kamarai tanácsadói hálózat odafigyelésével, segítségével eredményesen tudjanak gazdálkodni, hiszen a siker és fogja biztosítani azt, hogy megmarad az agráriumba, és ha van siker, akkor nyilvánvaló előbb-utóbb a bevételek is a sikerhez igazodnak, és akkor igenis a generációváltás nagyon-nagyon eredményes tud lenni, és mivel több sikeres ember fogja vinni a hírét annak, hogy így is lehet a mezőgazdaságba új generációként ott lenni, és eredményeket letenni az asztalra, ez vonzóvá teszhet egy pályát a későbbiek vonatkozásába. Tehát ez az egyik fele, én azt gondolom. A másik fele pedig mindenképpen az iskolarendszer, illetve az iskolarendszer megváltoztatása. Ugye a tudásalapú társadalom közhelyszerű, de ez a jelzőszerkezet fontos mindenképpen, hiszen a képzési rendszeren múlik minden. Tehát most meghatároztuk egy olyan új generáció jövőjét, akik a családi gazdálkodásban, illetve általában a nagy cégeknél elhelyezkedve találhatják meg a jövőjüket. Ugyanakkor egy kicsit menjünk még vissza, már mint korban. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar iskolarendszer megváltoztatása is elengedhetetlen ahhoz, hogy aztán eljussunk egy, nem elegáns, amit mondok, de egy jelen pillanatban az alaphoz, hogy a mezőgazdaságban legyen elég kiművelt emberfő. Kell-e az iskola rendszeren változtatnunk ehhez? Természetesen, tehát úgy gondolom, és azt fogalmazom meg, hogy elegáns, nem elegáns, amit a szerkesztő úr mondott, de teljesen igaz. Az iskola rendszert alapjaiba kell megváltoztatni, végig az egész oktatási folyamatban. Az általános iskolát már említettem, hogy a mezőgazdasági ismeretek oktatására nagy szükség lenne, de a későbbi pontokon, tehát a szakközépiskolákba, szakgimnáziumokba, egyetemeken, többször elmondva, aláhúzva, gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. Mert ebben van a legnagyobb hiátusz ma a magyar agrároktatásban. Tehát elveszett az a gyakorlati kapcsolat iskolák és képzőhelyek, valamint ugye a gyakorlatban résztvevő gazdaságok vonatkozásába, amelyik párbeszéden alapul, amelyikben oda-vissza információt kapnak a diákok, és oda-vissza információt kapnak a tanárok. Ez az elmúlt évek kormányzat törekvései alapján lassan kezd változni, hiszen a duális képzés, mint képzési forma a középiskolában is, egyetemeken is arra hivatott, hogy ezekből az iskolákból már gyakorlott szakemberek kerüljenek ki, és ne ugyanannyi időt a gyakorlatba kelljen eltölteniük a szakma megismerése és megtanulása vonatkozásával, mint amit az elméleti képzés során eltöltöttek. Van a kooperatív képzés és más olyan képzési formák, ahol a gyakorlatnak az elsődlegessége megjelenik. Ezeket a képzési formákat kell megfelelően támogatni, és egy nagyon picit tovább megyek. A tudományos kutatás vonatkozásába is, az alapkutatásokat most tegyük félre, mert az nyilvánvaló kell, és ez egy más dolog. A gyakorlat számára eredményt és versenyképességet növelő tudományos kísérleteket kell jobban előtérbe helyezni. Ebbe Nyugat-Európában is vannak már különféle megoldások, akár úgy, hogy családi gazdaságok csoportja, szövetkezések kérnek fel kutató állomásokat, finanszírozzák is nyilvánvaló egy részét ennek a kutatásnak, hogy milyen témába akarják, hogy új ismeretekre tegyenek szert, vagy új fajtát kísérletezzenek ki, vagy valamilyen technikai problémára választ tudjanak adni. Tehát ezért az edukáció,
a maga az oktatásnak a gyakorlati fejlődése, a tudományos kutatások gyakorlati eredményének a megvalósulása tudja hozni azt a oktatási eredményt, ami alapján visszakanyarodhatunk a generációváltásra, ahol már sokkal könnyebben lehet a generációváltást megvalósítani, hiszen akik tudomásul veszik az élethosszig való tanulásnak a szükségességét, akik már így nevelik a saját utódjaikat, azok igenis át tudják adni a stafétabotot, át tudják adni a döntési jogosultságokat a család más tagjainak, és nem az összeset, hanem szép folyamatosan, részenként, amivel egy igazi családi gazda elérve a nyugdíjkor határt nyugodt szívvel tud az unokáira vigyázni, nyugodt szívvel tudja már a gyermekére, gyermeke családjára rábízni azt a gazdaságot, amit valóban ő a kétkezi munkával, verejtékével és odaadásával teremtett meg. Egyetértek önnel, még visszatérve egy pillanatra a duális képzésre, ugye tudnunk kell, hogy Székesfehérvár például, tehát azért hozok magunkról példát, Székesfehérvár az egyik fellegvár a duális képzésnek, hála Istennek a Fehérvári Egyetemek, a Corvinus, az Óbudai nem különben élen jár ebben. És azt gondolom, hogy itt a példa arra, és nyilvánvaló, hogy most nem az agráriumról beszélünk, hogy a duális képzés nagyon sokat segít abban, hogy a választott hivatásában megmaradjon, és gyakorlati tapasztalatokat szerezzen, oly módon a fiatal, hogy nem is akar máshova menni, nem akar külföldre menni, nem akar egyéb, tehát ezt a gazdálkodóknál is meg kéne tenni, tehát az Agráregyetemet végzett valamilyen formában, gyengéd módon, de hozzáláncolni egy-egy gazdálkodói szervezethez, ahol megismerheti a gazdálkodás csínyát, bínyát, tehát nem csak a könyvszerűen, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerez. Gondolom, hogy ez így egyértelmű lenne. Lát-e erre esélyt? Abszolút látok esélyt. Abszolút látok esélyt, hiszen kezdenek kialakulni a gazda közösségek vidéken. Fejér megyébe is számtalan összejáró gazda közösségről tudok. Összejönnek, szakmáznak, beszélgetnek, a élet más dolgairól is, de nyilvánvaló, hogy információt cserélnek. Ezek a beszélgetések akarva, nem akarva pillanatokon belül a mélyebb szakmai ismeretekre terelődnek. Mit vetettél, milyen fajtát, hogy gondozod, és hagyd ne mondjam, hogy amikor a termés megvan, akkor mindenki be tud számolni arról, hogy mit hozott az a bizonyos fajta, hogyan kezelte, és most nem akarok minden részletbe belemenni állattenyésztésnél, ugyanúgy. Ezek a gazda közösségek, amikor közé kerül egy fiatal, teljesen mindegy, hogy a generáció váltás vonatkozásába valakinek az utódja lesz, vagy bekerült a rendszerbe, ők is nagy mértékben segíteni tudják ennek a fejlődését, ennek a fiatalnak a cseperedését szakmai értelembe, és rengeteg jó tanáccsal tudják ellátni a régi gazdatársadalomba, ez ugyanígy működött. És igen nagy esélyt látok arra, hogy ez a módszer és ez a hagyomány jó értelemben újra ki fog alakulni, hiszen az élet valahol kikényszeríti, és azok a gazdák, akik kellő tudással, kellő szakma szeretettel, a mezőgazdaság, föld, az állat szeretetével rendelkeznek, azok pedig kérés nélkül is, a belsőből fogadóan adják át a tudásukat, ismeretüket, és ehhez közösségi helységeket, helyeket kell teremteni. Ebbe a kamara az elmúlt időben már tett lépéseket, hogy legyen hol összejönni a gazdáknak, legyen a gazdatársadalomnak egy-egy helye, ahol meg tudják beszélni ügyes-bajos dolgaikat. Így legyen, és hogy ne feledjük,
Ez volt a beszélgetésünk ma. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és innét folytatjuk, kedves nézőink, hiszen a következő bejátszásunk jószelivel rímel arra, amiről mi Zászlós Tiborral beszélgettünk, hiszen kollégáim, a Fehérvár televíziós stábja Oron pusztára látogatott egy olyan családi gazdaságba, ahol mindenkinek megvan a maga helye és szerepe, azt hiszem, hogy üdítő példa lesz. Nézzük meg együtt ezt a filmet. A délelőtti órákban fordult be a gyerekekkel teli busz Oron pusztára. Miután leszálltak, elsőként Pepita, a kiskecske üdvözölte őket. 30 gyerkőc érkezett Fehérvárról Csákberény mellé. Mindannyian a Széna Egyesület a családokért és a Szent Imre iskolaház neveltjei. Többen közülük még sosem hagyták el a várost, mondta el az intézmény vezetője. Szerintem ez egy nagyon nagy élmény a gyerekeinknek. Itt a farmon állatokat simogathatnak, nézhetnek, olyan élményben lesz részünk, amiben ezeknek a gyerekeknek még nem volt. A gyerkőcök megismerkedhettek a tanyán élő mintegy 400 állattal, beleshettek a sajtkészítő műhelybe, sőt meg is kóstolhatták a helyben készülő finomságokat. Ez mind gomolya jellegű sajt, az azt jelenti, hogy tehát a gomolya az egy friss sajt, ami gyakorlatilag néhány óra alatt elkészül. Ugye felmelegítjük a tejet, beoltjuk, akkor kapunk egy alvadékot, és az alvadékok kerülnek ott azokba a formákba, majd a présgéppel préseljük őket egy éjszakán keresztül, kikerülnek a formából, és utána kapják meg, most nincs is itt ilyen elől, ha jól látom, de akkor kapják meg ezt a vágható puhát. Ezek puha jellegű sajtó, amit most a gyerekeknek fel fogunk szolgálni. Ez egy aszalt paradicsom bazsalikomos, füstölt fokhagymás, füstölt natur, sima natur, illetve medvehagymás sajtot egy kis zöldséggel. Ezt fogják most mindjárt 10 óraira megkapni gyerekek. Ezen kívül a gyerekek a tanyán töltött idő alatt rengeteget tanulhattak az állattartásról, a gazdálkodásról. Itt nagyon sok mindent megtanulnak, akár egy óra alatt, vagy másfél óra alatt is az állatoknak a szokásairól, legyen a szaporodás, étkezés, bármi, vagy az ellátásuk, az almozásuk. Nagyon sokat tanulnak egy-egy ilyen alkalommal. A gyerekeknek pedig egyből meg is lett a kedvencük. A kecske tetszik a legjobban. Miért pont a kecske? Mert aranyos. Nekem nagyon tetszenek a malacok, a kis kecske, meg az összvér. Mi tetszik bennük? Hogy cukik, meg hogy szépek. A programot a Jöncsert Kertpiac és Közösség Egyesület kezdeményezte. Július és október között érdekes élményekben és új ismeretekben gazdag tanyalátogatásokat szerveznek mintegy 300 elsősorban szociálisan rászoruló, fogyatékkal élő fehérvári fiatal számára. A Jöncsert Kert árusaiból 3 évvel ezelőtt alakult egy Jöncsert Kert Piac és Közösség Egyesület, tehát az árusok a tagjai, és ennek az egyesületnek, amely egyébként közhasznú, ez kifejezi a közhasznúság az, hogy tényleg a közösség javára, a közösség szolgálatában kívánunk tevékenykedni, tehát semmit nem befelé fordítunk az egyesület forrásaiból, hanem mindent kifelé, mások javára. Több hónappal ezelőtt találtuk ki ezt a programot, és ebbe találtam két olyan partnert, Anita személyében, György Anitát, illetve Egyet Istvánt, Pátkán, akik lehetővé tennék azt, hogy olyan fehérvári gyermekek, akik esetleg nem engedhetik meg maguknak, hogy eljussanak Veszprémbe vagy Budapestre, egy állatkertbe, vagy egy vidéki környezetbe, vagy állatokat megtekinteni, hogy nekik is lehessen Fehérvárhoz közel egy ilyen élményhez jutni, nem élményhez és hasznos ismeretekhez. Tehát az a célunk, hogy ez a tanyalátogatási program keretében szociálisan rászorult gyermekek számára, iskolások számára, fogyatékkal élők számára szervezzük ezeket a programokat. Kialakult már teljesen a menetrendünk, mintegy 300 fehérvári iskolás fog mai naptól kezdődően szeptember végéig erre a két tanyára érkezni, és nem csak élményben részesülni, hanem ismeretekhez jutni. Ez utóbbira is szeretnénk hangsúlyt fektetni,
hogy hasznos és értékes legyen ez a pár óra, amit eltöltenek. Megismerik az állatokat, a környezetet, egy tanyavilág jellemzőit, néprajzi ismeretekhez jussanak, földrajzi történelmi ismeretekhez, az állattani és a növénytani ismereteken kívül. Hát vannak játékos feladatlapok, vetékedőket állítottunk össze, minden állat bemutató helyhez mi készítettünk táblákat, ami leírja az állatok jellemzőit, adatait. Így szeretnénk elősegíteni, hogy ne csak jól érezzék magukat, hanem azon belül még tanuljanak is a gyermekek valamit. Honnan jött az ötlet egyébként? Tehát miért pont a gyerkőcöket szeretnék megragadni, és miért fontos tulajdonképpen az, hogy ők kiszakadjanak a mindennapi megszokott környezetből, és kicsit táguljon a látókörük, akár egy ilyen tanyasi látogatással? Ugye az alapcélunk akár a termelői piacon, akár így az egyesület munkájában az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás elterjesztése, népszerűsítése és az egészséges élelmiszerekkel való megismertetés. És ennek a programnak a keretében gondolkodtunk, hogy már a termelőpiac keretében vannak rendezvényeink, ilyen például az egészségpiac, a legközelebbi a szeptember 15-én lesz, megyei vásárt szervezünk, amelyek módot adnak arra, hogy minél többen megismerjék az egészséges táplálkozás élelmiszerek jellemzőit, de most kimozdulunk a termelőpiacról, Fehérvárról, és a maga környezetében próbáljuk meg ugyanezt a gondolatot elmélyíteni. Tehát itt a gyerekek, a fiatalok, az iskolások maguk látják, hogy milyen körülmények között élnek ezek az állatok, a növények, ezek az emberek, akik egész munkájukat erre a célra fordítják, hogy élnek, milyen gondolkodásúak, milyen ez az egész környezet, ahol ezek az egészséges élelmiszerek létrejönnek, vagy termelődnek. Hát, ha valaki kedvet kap ahhoz, hogy ilyen mezőgazdasági munkát végezzen, vagy megszeretnek állatokat, vagy megszeretik jobban a természetet, vagy esetleg később is figyelnek arra, hogy háztáji élelmiszereket fogyasszanak, mert itt látják, hogy tényleg itt a szabadban élnek, az állatok jól érzik magukat. Mivel kicsi a szállítási távolság a piacig, Fehérvárig meg vissza, nem szükséges semmi komolyabb tartósítószer, ezek mind frissen szedett növényekről, zöldségekről, gyümölcsökről beszélünk. Sokkal egészségesebbek ilyen értelemben ezek az élelmiszerek. A program folytatódik, a gyerekek Orontpuszta mellett Pátkára is ellátogathatnak hamarosan. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt. Szintén Zászlós Tibor lesz a vendégem. A beszélgetésünk témája pedig a támogatási rendszer, a KAP, illetve a jövedelembiztonság megteremtése az agráriumban. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!